kollega, tiszteletem, Oszi bátyám, nagyon örülnék, hogyha nem vágnák el az áramzsinórunkat. Vagyis legalábbis az enyémet, de csak látja a koma, hogy fehérre van húzva a fűbe. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, üdv a csatornámon. Innen Lajos Mizséről, a Pozsár horgásztavon vagyok, éppen ide készültem egy túrával, mikor is ilyen spontán akcióba, képzeljétek el, csatlakozott hozzám Szandra, aki a kamera mögött van. Sziasztok! Illetve Zoltán, aki mellette ül, de majd be fogom mutatni őket is nektek. Ők egyébként a YouTube-on megtaláljátok az ő kis csatornájukat és munkásságukat, méghozzá az Így Horgászunk Mi horgász csatorna, pontosabban a YouTube csatorna keretein belül, ők is ilyen élménypecát űznek, és eléggé márkaorientáltak, úgyhogy hamar megtaláltuk a közös hangot, és ilyen spontán akció keretein belül csatlakoztak ehhez a kis pecához, amit én itt egy pár napig el fogok tölteni, második napján járunk, és egész eredményes volt a tegnapi nap. Pontosabban én a harmadiknál vagyok, Szandráék, Zoliék pedig a másodikat töltik. Mögöttünk éppen karbantartási munkálatokat végeznek, reméljük a fűnyírók annyira nem hallatszódnak bele, minket annyira nem zavar, mert azért jócskán beljebb van húzva a felszerelés. Most jöttem nektek egy kis tábor bemutatóval, de terveimben szerepel, hogy megnézzük a 2023-as C-Series Prologic kapásjelzőt, amivel készültem erre a túrára, és egész jól teljesít. Ehhez hozzácsaptam két lámpát, majd mindjárt azt is megmutatom. Úgyhogy gyertek velem, megmutatom a tavat, és hogy hol vagyunk. Szóval így néz ki a kis tégünk, illetve a kis horgászállásunk. Mi bent vagyunk egy ilyen sziget szerűbe, ez a hetes állás, hogyha megnézitek a Pozsár horgásztónak a honlapját, ott látjátok a térképen egyébként, hogy a hetes egy kicsit beljebb nyúlik a többi állástól. Nincs túl nagy helyünk, de megpróbáljuk kihasználni ezeket. Miénk a szigetnek a közepe, illetve a jobb oldala, tehát a középtől a jobb oldalig tud rá horgászni Zoli, illetve Szandra, neki a készségeit itt látjátok, úgyhogy Zoliék oda támadtak. Nekem az első nap egyébként, mikor megérkeztem egyedül, akkor egy ilyen dobós pecát kezdtem el hajtani, és a stratégiám a következő volt, miszerint itt láthatjátok mögöttem ezt a kinyúló nádszigetet, ahova egy varsa van elhelyezve, és az első napi taktikám, illetve stratégiám, etetésem az ide szántam, a varsának a jobb oldalára, illetve bal oldalát próbáltam becserkészni, majd reggel, mikor felébredtem, konstatáltam, hogy egy bója van az etetésemen, úgyhogy a szomszédhoz érkezett egy vendég, aki nyilván nem tudta, hogy én is ide horgászok, így hát lebójázott, leetetett, úgyhogy taktikát váltottam, mert akkor már ugye Zoli is itt volt. Behúztunk az ő etető hajójával, ami nagyon nagy segítség volt számomra, nem kellett dobálnom, találtunk a radarral egy ilyen halárkot, gyakorlatilag egy ilyen mélyebb részt, és akkor oda húztunk be. Innen fogtam nagyon szép halakat a tegnapi nap folyamán. Most már egyébként 7 halnál járok, és ebből 4-10 feletti. 11-12, illetve 13 környékiek, de úgy is láthatjátok, ebbe a videóba be lesz majd posztolva. Szóval Zoli felszerelését látjátok itt, innen is majd vetünk egy pillantást, holnap majd jövünk egy kis termékbemutatóval. Mint láthatjátok, Zoli a 2022-es Commander botokat hozta erre a pecára, ez szintén Prologic. Továbbá a Reactulite kapásjelzőket használja, amit én egyébként nagyon-nagyon szerettem a hangjuk miatt, illetve a pontosságok miatt, ugye ezek azok, amik fényre reagálnak, úgymond, tehát egy infrás érzékelő van benne. A mágneses kerék az ki van iktatva, tehát egy infrasugarat zár be a damil, és nagyon gyors és pontos kapást tud eredményezni. Én magamnak egyébként már úgy nagyjából ismerhetitek az én felszerelésemet, egy pici módosítás azért történt rajta. Hoztam a Prologicnak a Twin Skypodját, Damnak az ikonik, nagyon rövid 270-es kis behúzó pálcáit, nagyon lágyba, SNZ swingereim vannak, és mint láthatjátok, most nem DAM kapásjelzőkkel készültem, hanem a Prologicnak a C-Series Pro kapásjelzőjét hoztam, ami az első szériás C-Seriesnek a továbbfejlesztett változata. Erről hamarosan láthattok majd unboxingot a csatornámon is egyébként. Egész stabil kis jelzők. Most nagyon nem szeretnék belemenni, mert inkább a holnapi nap folyamán csütörtökön, mikor megyünk majd este 6-kor haza, akkor majd aznap meg fogom nektek mutatni, tehát egy második részben ezt láthatjátok. Tüzetesebben ezt a kapásjelzőt, a swingereim a szokásos esenzék, úgyhogy így néz ki a kis felszerelésünk gyakorlatilag. Szandráék is fogtak egy nagyon szép tokhalat tegnap este. Oh, szalad! Jaj, de szép, gyerekek! Megyünk! Tok! Nem hiszem el!
És tököt fogott a csajszi. Nézzük közelebbről. Azért nem kicsi. Tipik csajszi. Szandra fogta egyébként. Nem számítottam tokra. Intézem. Hajja! 8,5. Azaz, el van engedve. Szia, Alacska, köszönjük az élményt. Még ha tok is voltál, akkor is. Egyéb iránt azért is különleges ez a peca is, mert TikTokon, a TikTok csatornámon live-ba tudtátok követni, vagy tudták követni azok, akik néztek, és pont elcsíptek 2-10 fölöttit, tehát azt hiszem a 11-est, nem, a 12-est és a 13-ast. Zoliék, mikor jöttek, nekik voltak ilyen húzós kapásaik, amik nem lettek meg, illetve... Hoppá! Ákosnak kapása van, csak mondom. És ott a halacska. Tök jó, hogy itt vagytok és nézitek velünk együtt. Nagyon szépen akadt alulra. Láthatjátok, itt is ugyanúgy a horogbefordító szépen dolgozott. Az első 13-ast azt sikerült így live-ba egy csomó ember előtt, de erről is majd mindjárt be is vágok egy kis részletet. Úgymond jól bírja még nekem. Sajnálom, Béla. Ajjajajajajaj. Na, ott van az. Zolinak átadtuk a kamerát, fölcsípte. Sziasztok! Még ilyet? Pont live-ba. Jól csinálják ezek a búvárok. Pont jó folyottak. Szerencsére egyébként nem lesz olyan rossz, ahogy érzem. Kívánni se lehetne jobbat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Lajos Mizsár. Pedig van rajta fék húzva. Lajos Mizsár, Pozsár horgásztó, 7-es álláson vagyunk. Szépke? Szépke. Szerintem 5 fölött van. Megszabadítunk tőle. Nagyon szépen akadtunk. Itt vannak egy kisebb, majd lefújjuk. Nincsen szétcseszve a szája, nagyon szép, egészséges. Amúgy én gyenge vagyok, nem olyan nehéz, csak nem bírom. Aha. Aha. Mennyi? 13, 20, 25, 26. Aztán menjünk tovább. Van egy kis halvédelmünk itt, Zolinak a bölcsőjét használjuk, illetve visszaengedőjét, vannak mindenféle fertőtlenítőink, vödrök, mérlegek, egyebek, amik a halvédelemben szükségesek, ezeket előszeretettel használjuk, és nagy figyelmet fordítunk arra, hogy itt legyen. Amikor először itt voltam a tavon, egy 2 évvel ezelőtt Valkai Csebi barátommal, akkor gyakorlatilag ez a kiülő, ami itt van mögöttem, ez nem volt, hanem a szigeten lévő kis picike, kis barna, ami ott van, az volt ide helyezve, úgyhogy sokkal-sokkal kényelmesebbet és nagyobbat építettek ide a tulajdonosok, illetve a tó vezetősége, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük innen is neki. Nagyon jó kis szélvédett, esővédett, úgyhogy tök jók vagyunk. Itt a kis sátorunk, táborunk, ja, a sátrak itt vannak, táborunk itt van. Székek, mi egymás itt szoktunk tök jókat főzni, kajálni, nagyon jókat ettünk. Sül a hús. Hogy a juice. Ahogy a zeneszámot idézném a DSP-től. Sül a hús, hogy a juice, torizunk meg szakizunk. Jól vagy, tesó? Remekül, élvezem a jó levegőt. És a sátrainkat egyébként ide helyeztük le. Mint láthatjátok, balra én a Brawlimat hoztam, ez egy VX3 Commander Brawli, ez egy viszonylag régebbi szériás, de nagyon-nagyon szeretem, így egy személyes pecára tök jó, és akkor Zoliék gigantikus sátra itt van, hiszen ők hárman érkeztek, hozták Minx cicát is magukkal, aki nagyon-nagyon tündér, éppen Zoli mögött ül a ketrecbe, és nekik a sátruk itt van, kis etetőhajó, Darius névre van keresztelve, ezt használjuk a behúzásokhoz ilyen kis radarral, úgy tök jó meg lehet találni azokat a pontokat, ahol érdemesnek találjuk a meder viszonyt arra, hogy ráhúzzunk.
székbe ül Szabó Zoli. Gyertek, bemutatom nektek. Sziasztok. Szia Zoli. Sziasztok. Szóval Zoliék csatlakoztak hozzám. Szandrát most nem látjátok, de majd megpróbáljuk őt is belekeríteni a videóba. Zoliék csatlakoztak hozzám egy pecára. Megpróbáljuk így ezt a pár napot, ezt a kettőt, hármat így érdembe eltölteni. Tanulni egymástól, nézni egymás fortéjait, és egyébként ugye láthatjátok őt az én csatornámon, és elméletileg, hogyha feliratkoztok a Így Horgászunk Mi YouTube csatornára, akkor ott meg majd láthatjátok az én kis szösszeneteimet az ő videójukba. Tehát így oda-vissza próbálunk majd egy ilyen közös koprodukciót ebből kihozni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Zoli egyébként annyit beszél, hogy ki kellett vágnom egy csomó mindent a videóból, mint halljátok, alig kapok szót mellette, de egyébként, ha megnézitek az ő videójukat, ilyen egyébként, ilyen csendes, visszahúzódó, nem ideges típus, úgyhogy... Igen. Nem veszünk össze. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást, és nagyon örülünk, hogy... Igazán nincs mit. Én is örülök neki, bár nem biztos, hogy hallottátok így a mikrofonba, de én örülök, hogy elfogadtátok, és össze tudtuk így hozni ezt a spontán bulit, ezek szoktak lenni a legjobbak. Gyertek, nézzetek be a sátramba, megmutatom gyorsan. Vannak itt érdekességek, de majd pontosabban holnap kitérünk rá. Ugye láthatjátok, itt van egy lámpám, ez össze van kapcsolva a C-Series jelzővel. Ennek teljes max fényereje van, éjszaka, hogyha kapásom van, akkor ide bevilágít. Kollega, tiszteletem, Oszi bátyám, de nagyon szépen karban tartják itt nekünk a területet, és nagyon örülnék, hogyha nem vágnák el az áramzsinorunkat. Vagyis legalábbis az enyémet, de csak látja a koma, hogy fehérre van húzva a fűbe, na de mindegy. Szóval az egyik lámpám az itt van, ezen kívül van még egy, de az bent a sátorban mennyezetem van. Kicsit kupi van, úgyhogy ne nézzetek nagyon szét. Természetesen mikor nem máskor kapná be a tépőzárt, mint most. Amúgy egy személyre tök jó, de ezt egyébként a szászvári Csori bácsi emlékpecán bemutattam nektek tüzetesebben. Szóval én azt gondolom, hogy egy személyre nagyon jó. Imádom ezeket a sok fölakasztókat rajta. A mennyezeten itt van két lámpa, ez most annyira nem is lényeg, egyik C-Series, másik egy mozgásérzékelő sütőtáskát hoztam magammal. A tavon egyébként van áramforrási lehetőség mindenhonnan, én is behúztam ide az áramot. Ennek ugye külön díja van, de hát ez teljesen normális, egy elektromos kis ilyen régivel fűtögetek, nem gázossal, megy a hűtőtáska, nagyon jó hideget csinál. Táskáim, egyéb kiegészítők, úgyhogy tök jól elférek benne, nagyon szeretem így egy személyes pecára, kompakt, jó minőségű, jó az ajzat. Nem ázik be, semmi probléma vele. Első nap, vagyis pontosabban első rész ez lett volna, és hamarosan jövök egy másodikkal, melyben megnézzük akkor ezt a C-Series Pro kapásjelző szettet. A pozsári horgásztúránk utolsó napjához érkeztünk el, csütörtök felé vagyunk, mindjárt megkezdjük a pakolást, és ahogy ígértem nektek az előző részekbe, bemutatnám a Prologicnak a 2023-as egyik ilyen frissített újdonságát, a C-Series Pro kapásjelző szettet, ugye meg is kapta a Pro nevet ezáltal. Azért mondom, hogy 2023-as újdonság, meg annyira nem is, mert egyébként a C-Series az már az előző években is jelen volt a piacon, csak egy pici frissítésen esett át, ami azt jelenti, hogy húzásra, illetve ejtésre külön hanggal kommunikál, illetve a ledek fényere is húzásnál, illetve ejtésnél más színű, tehát például ejtésnél a jobb oldali fehéren világít, míg húzásra a zölden világít gyakorlatilag a bal oldali. Így néz ki. Kezdjük akkor kívülről. Ez egy matt fekete, csúszásmentes bevonatot kapott ez a ház, amiben ez a C-Series-nek a belső elektronikája helyet kapott. Mint láthatjátok, és mutattam is, az előbb két LED foglal helyet a felső részen, mindig a kapásjelző adott színében. Ezeket lehet ugye 2 plusz 1, 3 plusz 1 és 4 plusz 1-es színkombinációban megvásárolni. Alul, ami most sajnos nem látszik picikével, ez a kis fehér kocka, ez az éjszakai fény. Ezt egyéb iránt ezzel a baloldali gombbal lehet bekapcsolni. Jobb oldalon láthattok három darab gombot, V, T, illetve S, tehát volumen, tónus, sensitivity, a felsővel bekapcsolni lehet a készüléket, illetve most kikapcsolom, így van kikapcsolt állapotba, egy rövid gombnyomás, és már be is van kapcsolva gyakorlatilag. Továbbá a felsővel még a hangerőt állíthatjuk több fokozatban, ezt meg is mutatom, hát ha a szomszédok annyira nem fognak minket leszidni.
most teljesen néma, innen el is kezdhetjük. Tehát ez az első, ez a leghangosabb. És ez a leghalkabb variációnek, én ezen szoktam általában használni. Aztán alatta ugye a tónus választó gomb, szintén 6 tónus közül választhatunk, ezeket meg is mutatom nektek. És legalul találjátok az érzékenység beállítást, ahol egészen másfél centi húzástól mondjuk 10 centi húzásig tudjátok az érzékenységet állítani. Ezt nem mutatom be, mert akkor gyakorlatilag itt egész jó kis fügykoncert kevered neki belőle. Ezen az oldalon, bár nem hiszem, hogy onnan jól látszik, de van rajta egy jazz csatlakozó, amihez az elektromos swingereket, illetve hangereket csatlakoztathatjuk. Belsőben egy dupla mágneses kerék végzi a pontos kapást, illetve ha be tudunk tekinteni, akkor láthatjátok egy ilyen kis gumigyűrűt, ami megakadályozza a zsinorunk csúszását, tehát valamelyik oldalfalra hozzá fogja szorítani a zsinort. Amikor belehelyezzük, így. A jelzők egyébként 9 voltos elemmel működnek, és természetesen jár hozzájuk egy vevőegység, ami abszolút kis kompakt. Mint láthatjátok, itt a kezembe szinte eltűnik, így néz ki. Ő 3 darab, 3 más elemmel működik, ami gyakorlatilag minden boltban beszerezhető. Ezeket a jelzőket, illetve vevőegységet használtam itt ezen a 4 napos horgásztúrán. Nagyon meg voltam elégedve, nagyon gyors reakcióidővel dolgozik, tehát amint itt kapás van, mellettünk egy 20 méterre jelezte. Leteszteltük azt is, hogy mennyit bír. Mögöttünk egy 100-110 méterre található egy mosdó, illetve egy ilyen zuhanyzási lehetőség itt a pozsár horgásztavon, és annak az ajtajából még jelzett, úgyhogy odáig is simán el lehetett vele sétálni, ám bár azt hozzáteszem, hogy semmilyen területi, illetve domborzati akadály, sem fa, sem pedig egyéb nem volt az utunkba, tehát egy síkplac, úgyhogy nem volt nehéz innen belőni neki a jelet, tehát ezt a 100 métert elméletileg tudja, amit papíron ígér hozzá a gyártó. Szóval a vevőegységre visszatérve így néz ki, ezzel a picike kis minimalista antennával, már-már hiányozna egyébként, ha nem lenne ott. Nagyon jó pofa. Fölül találhatjátok a 4 darab szint, amivel rendelkezik a kapásjelzőnk, ezt is bekapcsolom nektek. És akkor ő meg így tudja nektek mutatni a megadott színnel mindig ejtőst, illetve húzóst is ezzel a zölddel fogja mutatni. Hangerőt lehet rajta csak állítani, illetve van benne vibrációs üzemmód is. És egyébként a set sajátossága, hogy tartozik hozzá egy lámpa, ami mint vevőegységként funkcionál, tehát ugyanúgy kell feltanítani rá a kapásjelzőket, mint a vevőegységünkre, tehát gyakorlatilag ugyanezt ezt a tanítási folyamatot kell elvégezni. Egyébként ez nagyon-nagyon hasznos ez a lámpa, olyannyira, hogy rögtön rendeltem belőle még egyet, ugyanis ezt a lámpát külön is meg lehet vásárolni a Prologic kínálatában, mint C-series sátorlámpa. Tud fixen világítani, itt a bekapcsoló gombbal az oldalán lehet látni, és akkor többfajta fényerőben láttok vele éjszaka mondjuk a sátorba, és szerintem a fő funkciója az, hogy egy gomnyomással, pontosabban hosszan tartva, rácsatlakoztatva a jelzőkre, gyakorlatilag mutatja nekünk azt, hogy melyik boton érkezett a kapás, egy itt a hal a belsejében világít a kapás jelzőnk adott színével, illetve a lámpa felkapcsol. Ezt is változtathatjuk 5, 15, illetve 20 másodpercre, hogy meddig világítson. Úgyhogy nagyon hasznosnak tűnt, egyet tettem a sátorba egy ilyen gyengébb fényerővel, illetve egyet tettem a sátor elején egy teljes fényerővel, hogy bevilágítsa azt a részt, amikor kifele jövünk, szóval így néz ki a lámpa. Őről annyit kell még tudni, hogy USB-vel tölthető, tehát egy belső akkumulátorral rendelkezik, adnak hozzá egy kábelt, ezt powerbankról, illetve hálózati telefon töltővel is lehet tölteni. Nagyon szépen világítottak, és 4 napot tök jól kibírtak. A hátuljuk egyébként egy fémlappal szerelt, melyel a sátorunkhoz tudjuk felcsatlakoztatni. Továbbá a hátoldalán ugye található benne még egy kampóegység, amit ha kihajtva fel tudjátok akasztani esetleg bent a sátorba, illetve külső részekben is.
Szóval ő volt a C-Series Pro kapásjelzőszett, amivel nagyon meg voltam elégedve, illetve ajánlom nektek is figyelmetekbe. Árérték arányban szerintem nagyon-nagyon jó, főleg így lámpával, illetve vevőegységgel. Nagyon jó volt a kommunikációja, nem ette az elemet így ezen napok alatt, pedig használt elemmel használtam mind a vevőegységet, mind az adót. Teljesen jól jelezte a kapást, nagyon durva vihart vészelt át. Kozsár horgásztamon vagyok, de brutális viharba keveredtem. Nincs is annál jobb, mikor egy szép kettek elhúzza, amikor kimész, akkor belátszik a bort. Szevasz, szevasz, Mater. Hát, nagyon durva viharba keveredtünk. Nagyon szép halaink voltak, tök jó ment minden, de hát, nagyon gyilkos. Úgy tolja előről a szelet meg a vihar, gondolom hallod, kész, végünk van. Igen, egy kettes, az nagyon jó lenne, egy másfeles. Annak nagyon örülnék. Ezek csak most ne legyen kapásod. Édes Istenem! Nem okozott neki semmiféle problémát, ahogy a többi felszerelésemnek se, úgyhogy alapvetően én meg voltam vele elégedve. A hangjával egy picit még úgy barátkoznom kell, inkább én a mély tónusúakhoz vagyok szokva, ilyen brekegősebbekhez, mint például a Reactolite itt mögöttem, a Zolié, vagy a Damnak a High T-je, vagy a High T Pro-ja, de ez sem rossz, max annyi volt, hogy egyszer nem indultam el kapást, nem azt hittem, nem az enyém, de ezen kívül semmi negatív volt nem tudok elmondani. Amit még szerettem volna elmondani, hogy erről a Prologic C-Series Pro kapásjelző szetről, lámpáról, vevőegységről, adókról természetesen csinálok egy profilomhoz jobban illő unboxingos videót is, amit stúdió körülmények között meg tudtak tekinteni, ott egy picit jobban belemegyünk a szakmai részébe. Itt csak azért szerettem volna megmutatni, hogy vizsgáztak itt az elmúlt 4 napba. Volt ugye vihar, volt eső, volt szél, volt tűző napsütés, mindet szépen jól kezelték, és a használt elemek még mindig nem jeleznek, hogy ők nekik ez nem tetszik, tehát én ebből azt szűrtem le, hogy nem egy elemzabálós típus lesz. De a lámpák, hát az valami csodálatos, nagyon jó dolog tud lenni. Ami külön pozitívum, hogy a C-Series lámpát meg tudjátok külön is vásárolni, és gyakorlatilag bármilyen Prologic kapásjelzőhöz feltanítható. Szóval az első részben láthattátok a felszerelésünket, bemutattam, hogy mivel készültem én a horgászattal, illetve Zoli, milyen botokat, milyen kapásjelzőket használunk. Nagyjából elmondtuk a kis taktikánkat is, hogy mit követtünk ezen a vizen. És úgy gondolom, hogy eredményesen zárult, hiszen azért láthattátok ezeket a kis bevágásokból, hogy azért jócskán sikerült halat fogni. Összességében, na majd most segíts nekem Zoli, Zoli, illetve Szandra, az Így Horgászunk Mi alkotói, azok tokhalból úgy indítottak, hogy 8,5 kilósat fogtak. Legelőször, és őt követte egy 22,5 kilóstok, az brutális volt egyébként, az nagyon nagy felhajtás volt körülötte. Oszta, de mekkoratok! Hát így hajlik a Prologicnak a Commander botja, ugye ez egy ilyen limitált szériaszerű volt a Prologic kínálatában, elég jó viszi neki. Küzd Zoli, mint malac a jégen. Egy nagyon kedves barátunk innen a TikTokról, Rejtő Jenő, azaz G. Lali már bent a vízben. Várjuk, hogy meg tudjuk meríteni. De megpróbáljuk beleterelni nagyon szakszerűen a mérlegelőbe, és azzal kiszedni, hát ha összejön. De nem egyszerű egyébként, mert hatalmas teste van, nem fog beleférni a merítőbe. Üdvözlöm mind a 300-atokat, akik minket néznek. Lajos Mizse, pozsárhorgásztó, 7-es állás. Úgy néz ki, sikerült. Reméljük, a Lali nem esik bele a vízbe, de a hal a miénk. Látjátok, brutális. Brutális. Mit érzel, Zolikám, mesélje? Hát, 20 környéke. Az képest elég jól tartod. Már mindjárt kapjuk is a víz utánpótlást. Azt! Az enyém, basszus! Kamera, vedd Zolit, jó? Kamera, vedd Zolit, jó? Köszi. Ennyi. Azt nézzétek. Tök halat sikerült fogni, és így ketten már meg tudjuk fogni. Egyedül kevés voltam hozzá, mint mackó sajtban a brumogás. Mindjárt megmérjük. Hihetetlen boldog vagyok, hogy egy ilyen szép tök halat sikerült fognom. 22-8, Úristen! Tedd le! Nézzük meg még együtt. Gyönyörű. Most már elmet. Illetve egy 13,5 kilósat a mai napon engedtünk vissza. És akkor most segíts nekem, Zoli, hogy pontyokból hogy álltok. Szerintem 5 pontyot fogtunk, ebből
ebből azért sok kisebb volt. Ami jelentősebb volt, a Sandra fogott egy 9,9 kilósat, meg én egy 13,2 kilós volt talán. Igen, ezek nagyon szépek voltak, szép egészségesek, gyönyörűek, jól küzdöttek, főleg a tokuk, úgyhogy arról tudok még beszámolni, hogy jó magam 7 darab pontot fogtam. Nekem sajnos tegnap óta némák a jelzőim, valamilyen oknál fogva, pedig ugyanoda, ugyanazzal a módszerrel minden ugyanazt követtem, és egyszerűen elpártoltak a halak, nem tudtam őket annyira megtartani, de nem bánom egy picit se, hiszen a 7 hal, amit fogtam, az úgy gondolom kárpótól, ez mind a második nap történt, az első napom az kuka volt, és akkor a második napon sikerült 7 halat úgymond szágba terelni, és ebből 4 volt 10 feletti, az azt jelenti, hogy 11, 12, illetve 2 13-as, az egyik 13 és feles volt, ezeket sikerült, a többiről nem beszélünk. Azok nagyon picikék voltak. Mit érzel? Hova kell néznem? Ide. Annyi minden van ezen a lábányon. Mit érzek? Jót érzek. De mit érzel? Jót érzem. Szóval nem érzek túl nagy halat a felszerelés végén. Hát igen, ez pont halászlébe való. Az az igazság. Iratkozzatok fel YouTube csatornámra, továbbá a TikTokra, ahonnan live-ban nézhetitek élőben ezeket a kis pecáinkat, ahogy így volt ez az elmúlt 4 napban is, amit egyébként Sandra, hogyha oda pillantotok egy pillanatra, jelen pillanatban is közvetít a TikTok nézők számára. Szia! Továbbá iratkozzatok fel Zoliék YouTube csatornájára, nézzétek meg az ő munkásságukat, illetve őket is megtaláljátok TikTokon, ez pedig az Így Horgászunk Mi csatorna. Köszönöm szépen még egyszer, aki parton van, annak gördüljön, hamarosan találkozunk. Sziasztok!